Elnök úr! A választások után vagyunk, rendhagyó helyen Görögországba találkoztunk. A Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat sorsa hogyan alakult tovább? Az az igazság, hogy reggel 6 órakor találkoztunk pont, és nekem kellett hitelesítem az urnákat. Abban a pillanatban, ahogy megtörtént a szavazásom, én elindultam, és hátam mögött hagytam a választás összes bonyodalmát, fejfájását, stb. Magyarul elindultam pihenni. Most éppen egy trák esten találkoztunk véletlenül, amikor a pihenés utolsó napja van, és holnap pedig kezdődik megint újból minden. A Budaörsi Önkormányzaton megvan a 3 tag, megfelelő létszámú szavazatot kaptunk, minden rendben van. Országosban viszont a Hellász Együttes 3 képviselő tudott bejuttatni, aminek nagyon tudunk örülni, gyakorlatilag elértük a tavalyi szavazatok arányát, tehát gyakorlatilag nem nőtt, nem lett kevesebb, ugyanannyi lett a szavazatunk, mint tavaly. Itt vagyunk a Cipuró Fesztiválon, ez miről szól, és itt mit lehet csinálni? Itt ez a település, itt van a tengerparton 2 kilométerre, itt minden évben megrendezik, ez egy őszi fesztivál, nyáron minden 2 hetenként van valamilyen fesztivál, nagy mennyiségű pondioszok laknak, az ország egyik legnagyobb fesztiválja, a 3 napos pondioszi fesztivál is itt történik. Ez egy olyan vegyes fesztivál, és arról szól, hogy a helyiek megkínálják az összes lakosságot, ha vásárol valaki mondjuk egy ilyen hasonló süteményt, vagy bármilyen szuvlakit, vagy bármilyen görög étet, gyakorlatilag a hordóból annyi cipurot csapol, amennyit akar. Ezzel hívják Cipuró Fesztiválnak, de itt minden a trák, például most éppen trák zenekar játszik, ez estig az összes nemzetiség, aki itt van, az fölváltva fog játszani, ám bár Görögországban köztudottan nincsenek nemzetiségiek.